Ebben a mai videóban az epe működéséről, az epekről lesz szó, illetve arról, hogy mit együnk, ígyunk, ha kivették az epénket. Üdvözöllek itt Ujjhelyi Szabolcs Zoárt. Az epe feladata, hogy tárolja és koncentrálja a máj által termelt epesavat azért, hogy az epesav kellően erős legyen ahhoz, hogy lebontsa a zsírokat, az omega-3-at, a zsírban oldódó vitaminokat és felszívódását segítse. Az epekő vagy valamilyen epe probléma egyik leggyakoribb tünete a jobb vállban érzett állandó fájdalom, azért, mert ugye a máj és az epe az itt jobb oldal található, és ha probléma van velük, akkor az idegeken keresztül kisugárzik a fájdalom egészen a nyakba, sőt akár a jobb oldali arcrészen is jelentkezhet a fájdalomérzet. Ilyenkor, ha megmasszírozzuk finoman itt a máj körüli részeket, és enyhül a fájdalom, biztos lehetünk benne, hogy nagy eséllyel epe problémánk van. Ha valakinek epeköve van, nagyon sok esetben az az orvosi eljárás, hogy kiveszik az epét, pedig lehet, hogy célszerűbb lenne először megkeresni az okokat a háttérben, megváltoztatni azokat, és ha van javulás, elkerülni a műtétet. Természetesen, ha tele van az epekövekkel, nagyon nem lehet már mit tenni, ki kell venni az epét. Az epekövek többsége koleszterinkő, melyek nem a túl sok koleszterin bevitelétől alakulnak ki, tehát nem amiatt, mert túl sok állati eredetű zsírt fogyasztunk, hanem elsősorban amiatt, mert nem termelődik elegendő epesav a szervezetünkben. Az epekő nem más, mint koncentrált koleszterin és kálcium lerakódás. De mi okozza az alacsony epesav szintet? Először is a túl sok ösztrogén, a túl sok kortizol és a túl magas inzulin szint emelik meg leginkább az epekő kialakulásának lehetőségét. Külön-külön is okozhatják a problémát, de ha mindhárom hormon szintje magas, az hosszú távon jelentősen csökkenti az epesav mennyiségét. Magas ösztrogén szint alakul ki a hölgyek szervezetében a terhesség adott szakaszában, illetve például fogamzásgátló tabletták szedése esetén. De ott vannak a tömegtermelésből származott tejtermékek is, melyek ugye ugyancsak tele vannak olyan anyagokkal, melyek ösztrogén szint növelők, illetve a modern ételek többsége így vagy úgy, de ösztrogén növelő. Magas kortizol szint az éveken át tartó magas stressz szint miatt jelentkezik, vagy például kortikoszteroidok szedése következtében, míg magas inzulin szint, prediabetes és a cukorbetegség állapotában alakul ki ugye elsősorban. Ezért is gyakori cukorbetegeknél ugye az epekő, mert az inzulin magas szintjének hatására közvetett úton csökken a máj által termelt epesav mennyisége. Az alacsony epesav szint megemeli az epekő kialakulásának esélyeit. Másodszor a hormonokon túl az alacsony zsírtartalmú diéta is növeli az epekő kialakulásának lehetőségét, mivel ugye a telített zsírsavak hatására szabadul fel az epesav elsősorban, tehát ha nem viszünk be zsírt, zsírféléket, hosszú távon csökken az epesav termelődés, azaz ha kizárod a szalonnát, a zsíros húsokat, a sajtokat, kókuszolajat, a vajat, úgy nem kerül olyan étel a testedbe, ami az epesav termelődését serkenteni, tehát az állapot is epekőhöz vezethet hosszú távon. Harmadszor a májkárosodás, a máj zsugorodás következtében is csökkenhet az epesav szintünk, mivel az epesavat ugye a máj állítja elő, tehát ha csökken a teljesítménye, az epesav termelődés terén is problémák jelentkezhetnek. És végezetül a károsodott bélflóra, a hasznos bélbaktériumok számának csökkenése is vezethet alacsony epesav szinthez, mivel a bélbaktériumoknak fontos szerepük van az epesav újrahasznosításában. Tehát ha például tartósan lecsökkent a hasznos bélbaktériumok szintje a belegben, nem tud megfelelően újrahasznosulni az epesav, így az idő előre haladtával csökken a szintje a szervezetben. Ugye az epesav az emésztés során bekerül a bélrendszerbe, és kb. 90%-a teljesen újrahasznosul az emésztés során, tehát nem ürül ki a testből. Viszont ha ugye kevés a bélbaktérium, nem tud újrahasznosulni, tehát sokkal több távozik. Ha epeköved van, vagy bármilyen más epe problémád, az első lépés lehet, hogy keresd meg az okát, és tedd meg azokat a lépéseket, melyek változtatnak ugye a helyzetem. Magas ösztrogén szint, fogamzásgátló, magas inzulin szint, túl sok stressz, károsodott bélflóra, kevés zsírbevitel, vagy ezek közül esetleg több is ugye jelen lehet. Keresd meg a
probléma okát, és alakítsd át a diétádat, az életmódodat, kizárni a modern ételeket, finomított szénhidrátokat, a rossz minőségű zsírféléket, a gyorsértelmi ételeket, szénsavas italokat, és helyettük rengeteg zöldet enni, sok tiszta fehérjét, zsírokat, a testsúlyunknak megfelelő vizet inni minden nap, rendkívül fontos, hogy változás legyen. Második lépésben nézzük meg, melyek a legjobb ételek, amelyek növelik az epesav termelődését. Az epesav termelődését a telített zsírok és a fehérjék bevitelébe tudod leginkább növelni, marhahús, disznóhús, vaj, sajtok. A növények közül pedig, melyeket főételként, illetve egyéb módon nap mint nap ehetünk, ihatunk, a legjobbak a céklalevél, a cékla zöldje, a gyömbér, az articsóka, a magas C-vitamin tartalmú gyümölcsök, mint például a citrom és a homoktövislé. A harmadik lépésben segítségül hívhatsz olyan készítményeket, amelyek szárított epesavat tartalmaznak, tehát szedésükkel lényegében pótolod a szervezetedből hiányzó epesavat. Keres rá a keresőben, több ilyen készítmény is kapható. A gyógynövények és étrendkiegészítők is segítenek a problémán, ez lehet a negyedik lépés. A legjobbak a mária tövis magörlemény, vagy a mária tövis kivonata, a szilimarin, a kolin, a betain, az articsóka kivonata, a bojtorján gyökér kivonat, a petrezselyem kivonata és az N-acetil ciszteim. Jó hatással van az EGCG is, azaz a zöld tea fő hatóanyaga, az omega-3 zsírsavak, illetve a kurkumin, melyet inkább az epekő kialakulása ellen ajánlod bevinni. Hasznos lehet az időszakos böjtölés is, mivel hatására csökken az inzulin rezisztencia, mely nagyon sok epe betegség hátterében ugye ott van. Ha eltávolítják a epehólyagot, nem lesz elég koncentrált az epesav, így jelentősen romlik a zsírok lebomlása, így a zsírban oldódó vitaminok és mikrotápanyagok felszívódása, melynek következtében egy lassú leépülési folyamat indul be a szervezetünkben, sok mellékhatással, melyet most nem sorolok végig, mert akinek nincs epéje, tudja, melyek ezek. A zsírokat fontos, hogy ne hagyjuk el teljesen a táplálkozásunkból ilyenkor, mert az epesav termelődésére mindenképpen szükség van, még akkor is, ha így ugye alacsonyabb a hatékonysága. De nyilván ugye meg kell találni az egyensúlyt, hogy ugye ne együnk se túl sokat, se túl keveset belőlük. A szénhidrát bevitelt érdemes alacsonyan tartani, mert ugye, ahogyan korábban említettem, nagyon sok esetben az inzulin rezisztencia jelen van az epekő kialakulás hátterében. Napi rendszerességgel sok zöldséget fogyasszunk, minél keserőbb a zöldség, annál jobb. A szüretlen almaecetet naponta ajánlott inni, mivel felgyorsítja az epevezetéken keresztül az epesav áramlását, tehát a májból hatékonyabban tud kiáramlani az epesav. És végezetül nagyon fontosak az erjesztett ételek és napi szintű bevitele, savanyú káposzta, kovászos uborka és mások, mivel hatékonyan táplálják ugye a bélflórát. És ugye említettem az elején, hogy az epesav jelentős része ugye újrahasznosul a bélrendszerben a bélbaktériumok segítségével, tehát minél jobb állapotban van a bélflóra, annál több epesav tud ugye újrahasznosulni. Tehát a magas pre- és probiotikum tartalmú ételek, étrendkiegészítők megkönnyítik az epesav újrahasznosulását, csökkentik a májra nehezedő stresszt. Bízom benne, hogy hasznosnak és érdekesnek találtad ezt a videót. Ha szeretnél hozzáfűzni még valamit a témához, ne fogd vissza magad, írd meg a hozzászólásokba, így mások is tudni fognak róla. Ha még nem vagy feliratkozva, iratkozz fel a csatornára, mely kapni fogsz értesítést a következő hasonló videókról. Köszönöm a figyelmed, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!